Akár 5 évig is képesítés nélkül praktizálhatnak a házi orvosok. A kormány egy közel 20 éve érvényben lévő rendeletet módosított, amely szerint a jövőben olyan orvos is megkezdheti a házi orvosi tevékenységet, akinek még nincs meg ehhez a szakképesítése, de van más szakvizsgája. Azonban a házi orvosi szakvizsgát mindenképp meg kell szerezni, ehhez 5 év áll rendelkezésére a szakorvosoknak. A Facebookon kisebb felháborodást váltott ki a döntés. Volt, aki azt írta, ez a hír mindent elmond a magyar egészségügyről. Míg más úgy fogalmazott, lassan ott tart az egészségügy, hogy bárkiből lehet házi orvos. Egy felmérés szerint Magyarországon decemberben 571 üresen álló házi orvosi praxis volt. Sranc Róbert, a Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára is azt mondja, kevés a házi orvos. Ez lehet az oka a rendelet módosításnak. Úgy tűnik, igen, hogy elég sok üres, főleg tartósan betöltetlen praxis van Magyarországon, ez lassan 500 fölé nő, és nyilván ez a szándéka a kormánynak, hogy minél könnyebben tudjanak a szakorvosok elhelyezkedni ebben a szakmában, amennyiben szeretnének. A Magyar Orvosi Kamara Tolna megyei titkára úgy fogalmaz, nem lehet kellemetlenség, amennyiben az orvosok megfelelően felkészülnek. Nem tartom hátránynak, amennyiben a kollégák képzik magukat és részt vesznek a kötelezően előírt szakmai gyakorlatok letöltésében, megfelelő szaktudással részt tudnak venni majd a munkában. Természetesen ez számukra először nyilván nehézséget jelent, hogy egy sokkal szélesebb spektrumot kell ellátniuk az egészségügyi és orvosi szakmában, mint eddig. Többek között anesteziológiai és intenzív terápiás, belgyógyászati, kardiológiai, esetleg urológiai, sebészeti vagy reumatológiai szakvizsgával is betölthető a házi orvosi praxis.